Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Csonopján hittantermet újítottak fel, Doroszlón pedig templom tornyot szenteltek fel a magyar kormány hathatós támogatásával. Ennek kapcsán Vajdaságba látogatott Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes, ezzel a témával kezdünk. Majd a vasárnapi köztársasági és tartományi választásokkal foglalkozunk, több listát is bemutatunk a kampány hajrájában. Könnyedebb témáink is lesznek ma. Budapesten szervezett Mikulás jótékonysági estet a Vajdasági Baráti Egyesület, és bemutatóra készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. Tartsanak velünk! Választások 2023. Felújították a hittantermet Csonopján, Doroszlón pedig felszentelték a templom tornyot a Szent Imre plébánia templomban. A templomok és egyéb vallási intézmények felújítását az elmúlt években jelentős összeggel támogatta a magyar kormány. Ennek kapcsán ma Vajdaságba látogatott Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes. A Kárpát-medencében megvalósult templom felújításokról, a magyar kormány további támogatásairól, valamint a szerbiai parlamenti és tartományi választások jelentőségéről is beszélgetett a magyar miniszterelnök helyettessel, Bíró Tamara. Köszöntöm a Közügyek nézőit. Csonopján felújították a hittantermet, amelynek a megtekintésén jelen volt Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes is. Vele beszélgetek most. Jó napot kívánok! A templom felújítások itt Vajdaságban igen jelentősek, amelyben a magyar kormány is hatalmas támogatást nyújt. Miért fontos ez a magyarság megmaradása szempontjából itt Vajdaságban? Az egyházi intézményrendszer az mindig szoros összefüggésben van a magyarsággal, és az is nyilvánvaló, hogy egyszerre vagyunk tagjai a nemzetünknek és tagjai az egyházunknak. És az, hogy magyar nyelvű szentmise legyen, hogy magyar nyelvű hitoktatás legyen, az nemzeti szempontból is ugyanolyan fontos, mint hogy magyar énekeket tanuljunk, magyar néptáncot és így tovább, sőt, spirituálisan még fontosabb is. Tehát természetes, hogy a magyar állam támogatja a templom megújulásokat, hittantermeket. Büszkén mondom, hogy a Kárpát-medencében 2010 óta közel 4000 templomot tataroztunk ide új rendesen, és építettünk vadonatújat. Legalább 200 vadonatújat építettünk, és közel 3800 templomot tataroztunk ki Magyarországot, tehát az egész Kárpát-medence vonatkozásában. És itt pedig az, hogy egy hittantermet csináltunk, ez azért is nagyon fontos, mert itt helyben nincs magyar iskola, és a magyar nyelv ápolásának is a legfontosabb helyszíne ez a hittanterem, ahol a hittan mellett most is nagyon szép ilyen adventi műsort láthattunk a gyerekektől, és ez a magyar megmaradás jelenti. Na most én itt biztattam mindenkit, hogy a magyar óvodát csináljunk, ahol lehet iskolát, iskolabusszal elviszük a gyereket a magyar óvodába, iskolába, mert ez jelenti a magyar megmaradást. És 100 évig hátrány volt az, hogy magyarok vagyunk. Most végre legyen előny, hogy jobb minőségű a magyar óvoda, a magyar iskola, mint a többségi nemzethez tartozóknak, és ez természetes kötelessége a magyar kormánynak, hiszen a magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet megmaradjon, és minden magyar embernek az életminősége javuljon. December 17-én most vasárnap választások lesznek Szerbiában, és a magyar kormánya az elmúlt hetekben, napokban a Vajdasági Magyar Szövetséget biztosította a támogatásáról. Erről hogy vélekedik, illetve mit üzen a választópolgároknak? Pásztor István elnök úrnak meghatározó szerepe volt a magyar nemzetpolitikának a kialakításában, és abban a fantasztikus eredményben, ami a Vajdaságban a magyar kulturális autonómia megvalósulását jelenti, és a tényleg minden képzeletet fölülmúló magyar-szerb megbékélés tekintetében. Mondjuk a Milosevic időkben senki nem gondolta, hogy ez a történelmi megbékélés létrejöhet, és ebben Pásztor Istvánnak meghatározó szerepe volt. Na most a magyar állam természetes módon minden külhoni magyar közösséget támogat, de azért azt látni kell, hogy egész más minőségben tud megvalósulni akkor ez a támogatás, hogyha olyan intézményrendszer van, aki képes fogadni és szervezni a magyar támogatásokat. És a VMS ilyen.
és akkor tudja a VMS betölteni ezt a szerepet, hogyha meghatározó súllyal ott tud lenni Belgrádban, és a vajdaság intézményeiben is, parlamentjében mindenütt ott tudunk lenni. És minden szavazat számít. Tehát akkor tudjuk Magyarországról is igazán támogatni gazdaságfejlesztéssel a vajdaságot, identitás megőrzésben, hogyha VMS meghatározó súlyt tud képviselni. Ez pedig akkor lehetséges, hogyha mindenki elmegy és támogatja a VMS-t, mert ez jelenti azt a közjogi hátteret, ami a magyar megmaradásnak fundamentuma. Az előzőekben elhangzottak, tehát azt jelentik, hogy a magyar kormányra a jövőben is számíthat a vajdasági magyarság? Természetesen minden szempontból, anyagilag, politikailag, minden létező módon, de hogy mondjam, akkor tud ez a legkönnyebben megvalósulni a magyarországi segítség és támogatás, hogyha a VMS nagy súllyal tud jelen lenni a vajdaság és egyáltalán a szerbiai politikai életben. Semjén Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. A közügyeket bíró Tamara tudósított a Csonopjáról. Hathetes kampányon van túl a Vajdasági Magyar Szövetség. A listán szereplő politikusok ebben az időszakban a városoktól egészen a legkisebb településekig felkeresték a magyar választókat, hogy ismertessék a párt programját és támogatásukat kérjék. Ennek rövid értékelésére kérte fel Mészáros György kollégám a párt alelnökét, aki egyben a listán is szerepel, Kovács Elvirát. Köszöntöm műsorunkban Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét. Nos, a kampány finisébe érkeztünk, ugyanis péntek 0 órától már kampánycsend lesz érvényben. Nos, a kampány hajrájában mit tudunk elmondani, és mit üzenhetünk a vajdasági magyar választópolgároknak? Remélem, hogy mindenkihez eljutott az üzenet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség egy igen intenzív kampányt folytatott. Klasszikusan bejártuk Vajdaság különböző településeit, a Szorványtól a Tömbig, a kis településektől a nagy önkormányzatokig, regionális fórumainkon bemutattuk a jelölteinket, tehát különböző területekről, és szerintem igen látványos volt az, hogy Magyarország kormánya, a magyar politikusok mögöttünk voltak végig és vannak, és nem csak szólamok szintjén erősítettük meg ezt a szövetséget a Fidesz és a Vajdasági Magyar Közösség, illetve a VMS között. A finishben azt kell mondani, hogy még nem tudunk hátradőlni, még mindig, ugyanis a súlyunkat, a politikát szavazatokban mérik, és ezért arra szeretnénk kérni még egyszer mindenkit, hogy vasárnap 7 és 20 óra között menjen el szavazni, attól függetlenül, hogy milyen hideg lesz, vagy sötét, és erre buzdítsa az ismerőseit, barátait, rokonait is. A Vajdasági Magyar Szövetségnek mi az álláspontja az Európai Uniós csatlakozást illetően? Ugyanis a pártlisták és a választásokon induló szövetségek közül több olyan is, illetve többségük olyan, amely euroszkeptikus vagy unióellenes. Sőt, rólunk is egyesek azt mondták a kampányban, hogy talán erre euroszkeptikusak lettünk. Nem, a Vajdasági Magyar Szövetség jövőre lesz 30 éves, és megalakulásunk óta kiállunk az mellett, hogy Szerbiának az Európai Unióban a helye, de nem minden áron. Sajnos azt kellett látnunk az elmúlt időszakban, hogy az unió megváltozott, a világ megváltozott, a geopolitikai helyzet mást mutat, de akkor is Szerbiának és elsősorban a vajdasági magyaroknak érezniük kellene ennek a folyamatnak az előnyeit, és mielőbb még komolyabb uniós forrásokhoz kell hozzáférniük, arra szeretném őket ösztönözni, hogy ezeket még jobban használják, illetve mi politikusok megteszünk mindent a mi oldalunkról, hogy ez a folyamat haladjon is. Mi egyelőre, tehát így a kampányban végig, és most is a kampány hajrában azon dolgozunk, hogy mi minél jobb eredményt produkáljunk a választásokon, hogy ott tudjunk ülni az asztalnál Belgrádban, illetve Újvidéken. Valószínű, hogy a szerb haladó párttal reméljük fogjuk folytatni az együttműködést koalíciós szerződés elemeinek alapján.
A többiek, mindenki megtette a magáit a kampányban, arra szeretném buzdítani a választópolgárokat, hogy attól függetlenül, hogyha valahol esetleg nyomást is éreznek a saját csöndjükben, magányukban, a szavazófülkében valóban keressék meg úgy a halvány rózsaszín köztársasági, mint a szürke tartományi szavazólapon a hatost, az egyetlen magyar tartományi önálló vajdasági listát, és támogasson bennünket. Nos, a beszélgetés végén csak szeretném ugye megkérdezni, hogy mire számítanak, ugye biztos, hogy vannak benyomásai, amik a kampányrendezvények során ugye megfogalmazódtak, és mire számítanak tartományi, illetve köztársasági szinten egyaránt? Csillogó szemeket láttunk a kampányban, a bizakodást, a reményt, főleg egy ilyen nehéz periódusban, egy óriási tragédia után, elnökünk elvesztése után. Arra számítunk, hogy az elkövetkező időszakban is meg tudjuk tartani az önálló frakciót a belgrádi, mármint a szerbiai képviselőházban, és ezt ebben a pillanatban megjósolhatatlan, de hogy a tartományban, Újvidéken is egy komoly erő leszünk úgy a képviselőházban, mint a kormányban. Talán leegyszerűsítve olyan választási eredményt szeretnénk, vagy várunk, amire megboldogult elnök úr Pásztor István is büszke lenne. És akkor annyi időnk még maradt azért, hogy megszólítsuk esetleg azokat, akik ugye külföldön élnek, vagy külföldön dolgoznak, hogy jöjjönek haza szavazni december 17-én. Mindenképp arra kérünk mindenkit, aki külföldön van, Magyarországon, hogy jöjjön haza, ünnepek közelednek, advent harmadik vasárnapján, és erősítse az itteni közösséget. Valamint arra is meg szeretnék kérni mindenkit, aki még mindig szkeptikus, vagy ingadozó, vagy azt gondolja, hogy az ő szavazata nem számít. Legutóbb 65 szavazaton múlott az, hogy a VMS-nek esetleg lehet 6. mandátuma, illetve voltak már olyan példák is, például Magyarországon, hogy 2 szavazaton múlott egy mandátum. Egy kisebbségi párt esetében ez rendkívül fontos és nagy súllyal bír, úgyhogy nem üres szólam az, hogy minden szavazat számít, valóban minden szavazat számít, ezért legyünk ott mindannyian. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A közügyek vendége volt Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. A közügyeket a Vajdasági Magyar Szövetség székházából Mészáros György tudósította. December 17-én nem csak köztársasági parlamenti választásokat tartanak az országban, hanem új tartományi képviselőket is választunk. Vendégem pedig dr. Bagi Bolyán, aki a VMS listáján szerepel. Jó estét kívánok, Köszönöm szépen a meghívást. Ugye kampány végén vagyunk, nem egész, egy kicsit több mint egy nap múlva kampánycsend lesz. Mi volt az ön számára az a legfontosabb, amit elvitt a választóknak, az az üzenet, amit át akart adni ez a 6 hét alatt? Igen. Hát igen, egy nap múlva a kampánycsend lesz, és ezért fontos, igaz, hogy 6 héten keresztül, és nem csak 6 héten keresztül, hanem az elmúlt 4 évben is ugyanazokat a dolgokat mondtuk az embereknek, és ezt az emberek érezték is, hogy ha nincsen megfelelő számú ember, és nincs megfelelő számú magyar erő a tartományi vagy köztársasági szinten, akkor nem tudunk ügyeket intézni. És vannak olyan ügyek, amely a közösségünk számára nagyon fontosak, és senki mást nem érdekelni, és nem tudna más ezeket az ügyeket nem tudná intézni, azért, mert egyszerűen nincsenek a fókuszba. Ilyenek például a kislétszámú gyerekeknél az osztálynyitás, ugye 5 gyereknél is már osztályt tudunk nyitni, ilyen volt a Szabadka-Szeged sinóbusz, ilyen volt az Y-elágazás, de ilyen volt minden más kisebb-nagyobb baj, amikor Csantavéren nem volt mentő, amikor Bajmokon nem volt mentő, akkor is mindig a Vajdasági Magyar Szövetség volt az, amely kiállt a közösség mellett. És ez miatt nagyon fontos, hogy 17-én mindenki, aki tud és bír, elmenjen szavazni, és támogassa a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. Ön az elmúlt, mondhatom nyugodtan, évek során számos alkalommal volt a vendégünk egészségügyi témákba, de a műsoridő miatt mindig kimaradt valami, hát most próbáljuk ezeket a dolgokat pótolni, főleg azért,
mert az önök kampányában is benne vannak, az önök programjában benne vannak ezek a kérdések. Ugye az ember számára, amikor orvoshoz kell menni, akkor egy megelégedés az, vagy egy megkönnyebbülés, hogyha magyarul tud az orvos, vagy magyar az orvos. Önök szerint hogyan lehet motiválni a magyar fiatalokat, hogy menjenek orvosi pályára, és ami a legfontosabb, hogy azután maradjanak is itt? Igen, ez egy olyan téma, amely más persze nem is foglalkoztat, csak a Vajdasági Magyar Szövetséget foglalkoztatja azt, hogy és nem egyszer történt, hogy valamely magyar lakta településen nem tudott az egészségház orvos biztosítani, és akkor a mi közbejárásunkból kifolyólag lett orvos, magyarul beszélő orvos azon a településen. Sajnos az utóbbi időben elég nehéz pótolni azokat az embereket, akik elmentek. Nincs, de fiatalok nem érdeklődnek a pálya iránt? Sajnos nagyon kevés magyarul beszélő fiatal ember dönti el magát, hogy orvosi egyetemet ír be. Több oka van ennek. Az egyik oka az, hogy maga az orvosi egyetem 6 évig tart, sokat kell tanulni, hosszú ideig tart maga a képzés, utána általános orvos lesz az emberből, és utána csak még 4 évet kell, hogy szakosítson, úgyhogy egy komoly munka vár mindenkire, aki beírja az orvosi egyetemet, ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy vagyis ott látjuk mi a lehetőséget, hogy javítsunk, hogy valójában ösztöndíjat próbáljunk kiírni, ugyanúgy, ahogy a joghallgatóknak és a közgazdasági egyetemre járó magyar hallgatókra, az orvosi hallgatóknak is, vagyis az orvosi egyetemet beíró hallgatóknak is. Erre van már lehetőség? Tehát erre most dolgozunk ki az alapot a Magyar Nemzeti Tanáccsal együtt, Fremond Árpád elnök úrral tárgyaltunk már erről, és nagy valószínűséggel jövő évtől erre lesz lehetőség. 2019. november 9-én megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete. Ez egy olyan egyesület, amelynek egy célja, vagyis egy célkitűzése a sok közül, ez is, hogy valójában serkentsük meg a fiatalok körében próbáljuk populizálni ezt az orvosi pályát, és próbáljuk elmagyarázni, hogy miért jó itthon maradni. Miért jó itthon maradni? Nem csak azért, mert az ember a saját házában, meg a saját földjén legjobban érzi magát, hanem azért is, mert adósággal érezzünk, meg kell, hogy érezzünk az idősek felé is, akik itt maradtak és itthon maradtak. Őróluk is valakinek számot kell vezetni, és úgy gondolom, hogy nem tud mindenki elmenni, nem is kell, hogy elmenjen, hanem mi, akik itthon maradtunk, olyan föltételeket kell, hogy csináljunk, hogy azok is, akik esetleg elmentek, és szeretnének visszajönni, hogy vissza tudjanak jönni. És a feltételek, ez a munkafeltételek is hozzátartoznak. Sokszor hallottunk az utóbbi, talán egy évvel, lehet, hogy több is, a Szabadkai Közkórház felújításáról, hogy egy nagyon modern és mindennel ellátott központot hoznak létre. Hogy áll ennek a tervezése, kivitelezése, egyáltalán megvalósul? Igen. Az egészségügy 3 alappilléren alapszik. Az egyik az embererőforrás, a második az épület, és a harmadik a felszerelés. A fejlesztés, amelyről szó van, az valójában egy nagy mértékű 40 millió eurós fejlesztésről volna szó, amelyre kaptunk ígéretet, hogy a közeljövőben elindul. Most már befejeződött az a hosszú ideig tartó folyamat, amely a tervdokumentáció kidolgozását jelentette. Itt a Szabadkai Város is segített, hogy véglegesítve legyen a maga a tervezet. Ez mellett persze, amíg nem kezdődik el az a fejlesztés, több beruházás is történt. A tartományi kormány valójában az utolsó 8 évben sokkal több anyagi erőforrást biztosított
a Szabadkai Közkórháznak, az Entei Közkórháznak is, persze meg a Klinikai Központnak is. Például 2016-ban 20 millió dinár befektetés volt a Szabadkai Közkórházba, az idén 300 millió dinárnyi befektetés lesz. Valójában már az új mágneses rezonanciának a beszerzése is, ami 200 millió dinárba fog kerülni, annak a kiírása is megtörtént, úgyhogy várjuk, hogy új mágneses rezonanciája lesz Szabadkának. Ezek tartományi forrásból ezek érkeztek. Tartományi erre forrás. Önöknek volt kihatásuk? Persze, hát, mint többség része tartományi szinten egyeztettünk a szerb haladó párttal együtt, és akkor próbáltuk ezzel elősegíteni azt, hogy Szabadkára, meg Zentára összpontosítva, persze nem felejtettük el Becskereket se, meg Zombort se, de azokra a helyekre, meg az egészségházakra és azokra a helyekre, ahol magyar lakta vidékek, hogy oda jussanak befektetések is, ez érezhetőek legyenek. Doktor úr, további sikeres munkát kívánok, köszönöm, hogy a vendégem. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és mindenkit még egyszer megszólítanék, hogy aki gondolkozott is, hogy december 17-én reggel 8 órától este 8 óráig tessék eljönni szavazni. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Választások 2023. Tizedik alkalommal rendezte meg a Vajdasági Baráti Egyesület Budapesten a Mikulás jótékonysági estet. A baráti összefogással történő adománygyűjtés ezúttal is sikeres volt. A helyszínen 1.286.000 forintot, míg a tagtársak és szimpatizánsok utalásaiból további 1.665.000 forintot gyűjtöttek össze. A pénzzel a Tótfalusi Kaszap István kollégiumot és a Kárpátaljai Szernyei gimnáziumot segítik. A Vajdasági Baráti Egyesület tizedik alkalommal rendezte meg a Mikulás jótékonysági estet. Az esemény elsődleges célja a segítségnyújtás, de aki már járt a VBL Mikulás ünnepségén, azt tudja, hogy ez több annál. Barátok gyűlnek ilyenkor össze, akiket boldogsággal tölt el a gyűjtés és az adakozás. Utcai Sára anyukájával, apukájával és a testvérével érkezett. Mit énekeltél a Mikulásnak? Kis karácsony, nagy karácsony, kis ültemárak, a lácsom, a kis ült már ide, éle, a dejem meg melegébe. Nagyon szuper! És mit kaptál a Mikulástól? Ezt a színezőt, egy könyvet, és inni is kaptam, meg enni is kaptam. Míg Sára a kis karácsony, nagy karácsonyt énekelt el a Mikulásnak, Ander Ákos és Ihász Márton a Télapó itt van című dalocskát választotta. A VBE eseményei mindig remek alkalmat nyújtanak új barátságok kialakulására. Ákos és Marci együtt érkeztek, és még csak ismerkednek a többi gyerkőccel, de egy biztos, hogy jövőre is itt lesznek. Télapó itt van, azt énekeltem. És kaptál valamit a Mikulástól? Könyvet, meg... Kikirikit, meg valami csokit. Oké, sok barátod van itt? Ti együtt jöttetek? Igen, nincs itt sok barátom, csak a Marci. Mióta vagytok barátok? Hol ismertétek meg egymást? Unokatestvérek vagyunk. És jövőre is szeretnétek jönni? Igen. Igen. Aki egyszer ellátogatott a rendezvényre, az nehezen fogja kihagyni a következőt. Ezt Korhec Imola, a Cimbora együttes előadó művésze is megerősítette, aki szinte a kezdetek óta résztvevője a rendezvénynek. A programot a Cimbora együttes is gazdagította előadásával. Nagyon fontos, hogy ezeken a rendezvényeken részt vegyek, ott legyek, és találkozzak régi barátokkal, ismerősökkel, mert itt kialakult egy nagyon jó társaság, és...
szeretem ezeket a kapcsolatokat újra meg újra érezni, éltetni. De bővül a kör, nyitott ez a társaság, ez nem egy zárt körű világ, úgyhogy csatlakoznak újak is, és nagyon jó érzés régi barátokat gyerekekkel viszont látni, vagy akár unokákkal most már. Nekem is van két kamasz fiam, ők is itt voltak korábban, most már éppen kinőttek egy kicsit ebből a mikulásos világból, de sokszor részt vettek. Együtt lenni jó, adni jó, örülni egymásnak jó, közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, és egy igazán fontos adventi, nem csak Mikulás ünnepség ez, hanem az adventi hangulatnak egy nagyon fontos és meghatározó része számomra most már sok éve. Az eseményen résztvevők minden megvásárolt étellel vagy tombolával az adománygyűjtést segítették, ugyanis az előadásokból származó teljes összeg két oktatási intézmény támogatására kerül. Ezért is buzdítottak mindenkit a tombolák vásárlására. Egy tombola ára 1000 forint volt, de csodás ajándékokat lehetett nyerni vele. Volt, aki 6-7 alkalommal birtokolta a nyertes számot. A nyeremények a VBA tagjainak felajánlásaiból jöttek össze. Lenanc Miklós ügyvédként jogi tanácsadást ajánlott fel, és bár nem nála volt a legtöbb nyertes szám, elmondta, hogy ő miket nyert. Tulajdonképpen nagyon szerencsés volt ez a mai este, mert 4 ajándékot is nyertem, egy CD-t, egy karriertanácsadást, ezt a remek karácsonyi süti készítéshez való hozzávalókat és egy nyomtatót. Szilágyi Zsolt a jótékonysági piaszkavica sütésben vett részt. 200 piaszkavicát sütöttek, mind elfogyott, üres minden, sikeres volt a gyűjtés, mondta Zsolt. A jó cselekedet vezényel bennünket, mindannyian önkéntes módon vállaltuk a mai napot, úgyhogy senkinek sem ez a foglalkozása. Tehát egy dolog köt össze bennünket, az, hogy imádjuk Vajdaságot, onnan jövünk, és ez elég erős kötelék ahhoz, hogy összerakjuk ezt a finomságot, ami igazából most mai nap is nagy sikernek örvendett. A Mikulás jótékonysági est már hagyomány. Nem csak a gyerekek várják minden évben, hanem a felnőttek és a szervezők is, akik már reggel óta talpon vannak, csomagolnak, az esemény előtti utolsó simításokkal foglalkoznak, és örülnek a közös munkának. Az előkészületek nagyon jó csapatépítőnek bizonyultak, mondta Simon Vilmos. Idén először nem csak vajdasági intézményt támogatunk, ugye a Tótfalusi Kaszap István kollégium mellett támogatjuk a Kárpátaljai Szerdanyi Gimnáziumot. Ugye Kárpátalja sajnos abban a helyzetben van, amiben mi voltunk a 90-es években, az a háborús csúnya időkben, és hát nem túl szívderítő a helyzetük, úgyhogy engem akkor örömmel töltött el, hogy itt voltak, és ezek a fiatalok tudtak örülni, és legalább pár órára kikapcsolódtak, és nem a háborúval kellett foglalkozni, vagy azzal, hogy apuka nincs otthon, szökésben van, vagy a fronton van. A baráti összefogással történő adománygyűjtés ezúttal is sikeres volt. A 10. jótékonysági Mikulás esten a helyszínen 1.286.000 forintot, míg a VBE tagtársak és szimpatizásai kutalásaiból további 1.665.000 forintot gyűjtöttek össze. A pénzzel a Tótfalusi Kaszap István kollégiumot és a Kárpátaljai Szernyei gimnáziumot segítik. Jól látták a kiírást, félelem és reszketés Szabadkán, de hála Istennek csak a Kosztolányi Dezső Színház színpadán a új előadással készülnek, és a részletekről kérdezem Kucsov Boris rendezőt, illetve itt van még két színész is velünk, Búvas Dávid és Verebes Andrá. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Jó estét! Üdvözlőjük a kedves nézőket is! Hát rejtelmes ez a cím, hogy félelem és rettegés Szabadkán, mit kell erről tudni, mit takar? A félelem és reszketés Las Vegasban ugye egy ismert mű, egy film is készült belőle, és ennek egy parafrázisa a mi címünk, a félelem és reszketés Szabadkán, ami egy dráma, amit én írtam még 2017-ben, és ez abban az évben elkerült a Magyarországi Dramaturgok céhéhez, akik beválogatták a Nyílt Fórum füzetbe, és fejlesztés előtt alatt is volt ez a darab. Abban az évben több ilyen alkalommal összegyűltünk, és akkor az
dramaturgok, illetve színházi szakértők véleményét hallgatva fejlesztettük a darabot, majd az azután került be a füzetbe. Honnan jött ez az ötlet, hogy akkor vegyük elő ezt, mert hogy színházi körökben 6 éves darab, az mondhatjuk már, hogy régi. Igen, hát ez igazából a színház felkérése volt. Az új igazgatónk Mészáros Gábor javaslatára, hogy csináljuk meg ezt. Én ezzel már foglalkoztam középiskolásokkal pár évvel ezelőtt, és akkor bemutattuk a középiskolások színművészeti vetélkedőjén Zentán egy ilyen diák verzióját ennek. És most pedig, mivel azt a Gábor annól látta, és lát benne izgalmas dolgokat, hogy most profi körülmények között csináljuk meg színházban. Poroljuk le, és fényesítsük ki. Színészeknek mennyire ismeretlen, vagy ismert a maga a darab, vagy az adaptáció? Megmondom őszintén, én nem láttam Borisnak azt az előadását, amit a diákokkal készített. Én egy fél éve olvastam el először a szöveget, és hát nagyon izgalmas volt, úgyhogy úgy tervezem, hogy majd a bemutatónk után nézem meg felvételről a... Ne nagyon spoilerozzunk, de azért mondjuk el, hogy miről is szól, mi itt a fő cselekmény. Hát gondolom, hogy van köze a félelemhez és a reszketéshez. Tulajdonképpen igen. Viszont ez csak egy kiinduló pontja a történetnek, mármint a címet kölcsönöztük csak a Las Vegas-os verzióból. Igazából két fiatal hősről szól, akik egy jövőben játszódó történetről van szó. Egy elképzelt jövőben, amikor már kiürült ez a Szabadka nevű város, alig maradtak már csak egy páran, és két fiatal elhatározza, hogy a várost megszálló gonoszt, hogy mondjam, szembeszáll vele, és hogy megmentik ezt a várost, és közben szerelembe esnek, közben a gonosz mindenféle módon alájuk tesz, és megpróbálja őket eltéríteni erről az útról. Tulajdonképpen a kiinduló pont az a Pókember volt, talán sokak számára ismerős a Pókember, aki pár évvel ezelőtt még csinálta a szappanbuborékokat a városunknak a főterén, és én ezen gondolkodtam elsősorban, hogy ki lehet ez a figura, mit csinálhat, vagy ki ő eredetileg, és e köré építettem egy történetet, úgyhogy főhősünk egyben a Pókember is, szóval egy szuperhősös történetről van szó, tele ilyen filmes gegekkel, filmes effektekkel, szerelemmel, ármánnyal, és összecsapással, akcióval. Nagyon jó mashupnak hangzik. Igen. Mennyire kosztolány is a darab, hogy így kérdezem, mennyire provokatív, mennyire, hát mondjuk ellentmondásokkal teli? Hát most nem tudtam, hogy a Kosztolányi Dezső Színháznak van egy ilyen trademarkja, de viccelek. Van, viccelek. Hát én azt gondolom, hogy abszolút egy kosztolányis darab. Hát most egy ellentmondások, tehát végül is van bennem minden, ami szemszájnak ingere. De azt gondolom, hogy ez akármelyik másik színházban is meg tudná állni a helyét, és hogy ez egy tulajdonképpen egy mindenkori sztori. Tehát hogy ezt akár valaki, hogyha úgy gondolja, egyszer majd mondjuk 20 év múlva előveszi, teszem azt Las Vegasba, akkor az csak hát Szabadkára utaló dolgokat kell kicsit megcserélni, és ugyanúgy el fog menni. Szóval... Viszont hát a módja, meg a stílusa, az is azt gondolom, hogy egy nagyon erős, nagyon impulzív, impresszív, és modern. És fiatalok. Igen, tehát hogy megvan benne ez a fajta svung, ami ugye a színházunkra jellemző. Beszéljünk itt kicsikét a próba folyamatról, ugye nem sokára, majd a végén elmondjuk, nem sokára bemutató lesz. Hogyan érzik, hogyan halad a dolog, hogyan tudják összerakni a részeket? Hát szerencsére a rendezünk nagyon felkészült, úgyhogy első pillanattól kezdve felállította a történetet, ahogy ő ezt így megálmodta, és azon dolgozunk folyamatosan, hogy eljussunk a végkifejlettig, ami ugye nem lesz oly igen. Sokára. Milyen Borisszal dolgozni? Hát teljesen más, vagy ő most egy másik pozícióba került, így most persze barátok maradunk ugyanúgy, de egy ilyen más felállás jött létre, ami, megmondom őszintén, egy ilyen furcsa helyzet, de ennek ellenére sok izgalmat is rejt, vagy sok új dolgot, ami bennünk is felszabadít olyan dolgokat, amit előtte most így
merünk próbálni. Mekkora kihívás? Mindegyik darabnak megvan a saját kihívása? Mindegyik darabnak megvan, de ez most jelenleg egy nagy kihívás, azt gondolom, a csapatnak. Hogyan tud az ember felkészülni, amikor kezébe veszi a szövegkönyvet, és akkor hogyan tud átszellemülni? Ugye én is megszoktam itt a kamerákat, de azért teljesen más a Kosztolányi Színházba színésznek lenni. Hát igen, ez egy elég nehéz feladat, tehát én vagyok a darabban a főszereplő, és ez egy nagyon nagy kihívás már úgy magában, és nem szoktam meg, hogy hirtelen ennyi feladat, és ez egy nagyon jó, hát egy nagyon jó kihívás számomra, és egy nagyon nagy lehetőség, és hát most derül ki, hogy mit is tanultunk ugye 4 év alatt az egyetemen, de én például, tehát a szöveggel még mindig, mert nagyon, nagyon izgalmas szöveget írt Boris, és nagyon, tehát nagyon, sokszor nagyon könnyű is mondani, de sokszor meg az ember ugye nagyon bele tud zavarodni, és ugye nem mellesleg a Boris nem csak a rendező a darabnak, hanem az írója is, szóval már tudja, hogyha valamit, hogyha egy minimálisat is az ember véletlenül hibázik, akkor azt rögtön kiszúrja, de tehát én például úgy készülök, hogy 1100-szor elmondom, fölveszem saját magamat, mármint, hogy fölveszem a kollégáim dialógiait, és akkor dialógusait, és akkor én erre próbálok válaszolni. Hát meg gyakorlás, és hát ez az átszellemülés dolog, én azt gondolom, hogy ez egy közös folyamat, tehát ezt az ember nem tudja úgy otthon, nyilván el tud jutni egy pontig, de hát kellenek hozzá a kollégák, kell hozzá a rendező, és el kell, hogy jussunk odáig, hogy ez a szituáció valós legyen, ne csak egy fölmutatás, hanem meg is szülessenek azok a történések, és hát most ezen dolgozunk ezerrel, és ezeket próbáljuk helyre tenni, kijavítani, ha van hiba, tovább menni ebben a történetben, és ez a dolog, hát a színház azt gondolom, hogy egy csoda, mert hogy a csodák csodájára ez mindig megszületik. Hát annyira dolgoznak az emberek rajta, hogy meg kell, hogy meg szülessen. Meg kell, meg is fog születni. Így a beszélgetés végére. Mikor lesz a premier, és mikor láthatja a közönség, aki esetleg lemarad? December 28-án lesz a premierünk, és januárban lesz a következő előadás, ezt majd, hogyha követik a Kosztolány Dezső Színház platformait, akkor majd értesülnek róla. Kéz- és lábtörést kívánok, köszönöm, hogy a vendégeim voltak. Köszönöm szépen. Akkor tud a legkönnyebben megvalósulni a magyarországi segítség és támogatás Szerbiában, ha a Vajdasági Magyar Szövetség nagy súllyal tud jelen lenni a vajdasági és a szerbiai politikai életben, hangsúlyozta Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes csonopján. Hozzátette, a magyar állam természetes módon minden külhoni magyar közösséget támogat, de azért azt látni kell, hogy egész más minőségben tud megvalósulni ez a támogatás akkor, ha olyan intézményrendszer van, amely képes fogadni és szervezni a magyarországi támogatásokat. Mint mondta, Vajdaságban ilyen szerepet tölt be a VMS. Egészségügyi lakossági fórumot szerveztek Ürményházán. A falu szülötte dr. Úri Emese tartott előadást a cukorbetegségről, a magas vérnyomásról és a daganatos megbetegedésekről. A doktornő kiemelte, a legfontosabbak a megelőző szűrővizsgálatok, mert az időben felfedezett betegségek ma már nagy arányban gyógyíthatók. Ürményházán egyébként hetente mindössze 2 napon van néhány órás orvosi rendelés. Megérkezett a TSC labdarúgó csapat a Görögországba. A topolyai együttes csütörtökön sorsdöntő mérkőzést játszik az Európa Liga csoportkörének utolsó fordulójában. Amennyiben a TSC nyerni tud az Olympiakos vendégeként, akkor 3. zárt csoportjában, és tavaszra a konferencialigában folytathatja a küzdelmeket. Az összecsapás a görög kormány döntése alapján zárt kapus lesz, ugyanis korábban komoly összecsapások alakultak ki a helyi rivális szurkoló csoportok, illetve a rendőrök között. Az Olympiakos és a TSC mérkőzése közép-európai idő szerint csütörtök este 9 órakor kezdődik. Luca napja van, ezen a napon Szent Luciára emlékezünk, aki Krisztusnak szentelte életét, majd mártír halált halt hitéért. December 13-ához számos népszokás fűződik. Luca napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. Luca napján búzaszemeket kell csíráztatni, amelyek karácsony tájára zöldülnek ki. A Luca búza keltetéssel a következő év termését próbálták megjósolni.
Készül ilyenkor lucapogácsa, amelybe pénzt rejtenek, hogy a következő évben ne kelljen szűkölködni. Választások 2023. A Magyar Polgári Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon a korábban már általunk is bemutatott 10-es számmal induló Együtt a jövőért és fejlődésért ellenvezésű listán szerepel. Rátszabó László, a párt elnöke levélben kereste meg szerkesztőségünket, mi pedig törvényes kötelezettségünknek eleget téve biztosítunk lehetőséget, hogy egy stúdió beszélgetés során is bemutassa a listát. Köszöntöm a stúdióban Rácz Szabó Lászlót, a Magyar Polgári Szövetség elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Pártja az Együtt a jövőért és a fejlődésünkért elnevezésű listán indul a december 17-i köztársasági parlamenti választásokon. Hány tagot számlál, illetve hány tagból áll ez a lista? 13 szervezetből áll ez a lista, legalábbis annak a koalíciójából. Ebbe a 13 tagba mindenki nemzeti kisebbségi, hiszen mi gyakorlatilag, mint nemzeti kisebbségi személyek, ugyanabba a cipőbe járunk, mint Szandzsákba, akár itt a délvidéken. Össze kellett szednünk a társaságot, ez egy kemény mag, jól tudják, mit akarnak, és azt kell mondanom, hogy olyanok, akik a sarkukra állnak. Amiben mi megegyeztünk, az a nemzeti érdekvédelem. A nemzeti érdekvédelemre pedig azért van szükség, mert mint látjuk, ugye az utóbbi 20 évben szinte nem tudunk felsorolni olyan dolgot, ami a szerb kormánnyal kapcsolatos, de magyar például nemzeti érdekvédelem. Ez egy ilyen alulrendelős rendszer volt, ami eddig dolgozik. Mi a toleranciára építünk. Azt mondja ez a közösség, legyen tolerancia, de meg is követeljük a toleranciát. Tehát ez egy egyszintű, tehát egy szinten kezel mindenkit, és ezért fontos, ezért is a nevében benne is van az, hogy tolerancia. A kérdéshez hozzá tartozik, hogy ugyan milyen közösség ez a miénk. Hát ez egy nagyon jó baráti közösség, megmondom őszintén. Én magam Szarajevóban 4 évet éltem, bosnyákok között, és azt kell mondanom, hogy nagyobb haverságot, barátságot, járánságot, ahogy ők mondják, én nem láttam a környéken, és ezt áthozták ők is ide. Na ez a nagy barátság, ez az együttműködés, ez lesz az, ami bennünket oda fog vinni, hogy a nemzeti érdekvédelmet megvalósítsuk, mert hát sajnos ugye beszélhetünk itt például a nyelvtörvényről, ami nincs betartva, tudjuk ugye, hogy szinte vért kell izzadni ahhoz, hogy ezt valamilyen módon be tudjuk tartatni a hivatalos szervekkel. Hát nekünk, mint Magyar Polgári Szövetségnek sikerült, ugyanis mi pereket nyertünk, például a vízlecsapolással kapcsolatban 2014-ben bebizonyítottuk, hogy kötelesek kiadni magyar nyelven ezeket a végzéseket, és amikor nem adták ki, hát az embereket értesítettük, aki viszont nem fizette ezt, nem tudták peperelni, és így tovább ugyanez a helyzet egyébként a rendőrségi eljárásokkal, például azzal, hogyha megállít a rendőr, de nincs nála a két nyelvű papír, akkor nem tud megbüntetni, hiába gyorshajtás, hiába akármi. Gyakorlatilag ezt jelenti a nemzeti érdekvédelem. Természetesen az is fontos, hogy épüljenek az utak meg a stb., de az nem nemzeti érdekvédelem. A Magyar Polgári Szövetségnek jelenleg hány tagja van, hány tagot számlál, és az utóbbi időben milyen tevékenységet folytattak, illetve végeztek? Hát a Magyar Polgári Szövetség, meg egyáltalán minden kisebbségi párt az 1000 taggal kell, hogy és rendelkezik is. Természetesen, hogy nem mindenki dolgozik teljes gőzzel, hát ugyanúgy, mint ahogy egyik pártban sem. Nálunk az a 120-150-200 ember tudjuk igazából mozgatni, nincs ebbe semmi titok a világon. Viszont ami összetart bennünket, az, ahogy már ezt kezdtem mondani, az igazi nemzeti érdekvédelem, amelyet szeretnénk ez a merjünk kicsik lenni, politikával szembeállítani, és mi azt mondjuk, merjünk magyarok lenni, és ami a legfontosabb, tehát milyen munkát végzünk mi. Hát a mi munkánk arról szól, hogy megpróbáljuk visszanyerni azt a 20 év alatt elveszített tiszteletet a magyarság számára. A
Jó, tessék, bocsánat. Mik a legfontosabb elemei a közös lista programjának? Hát a legfontosabb elemek azok, az egyik, ami ugye nem mi agyaltuk ki, ezt a koalíciós társak gondolták ki, hogy Szerbiát a parlamenti választásokat illetően több részre, ha úgy tetszik, kantorra kellene felosztani. Egyik rész mondjuk ilyen, csak hogy érthető legyen, Vajdaság lenne. És akkor a szavazatok úgy kerülnének be, tehát jobban eloszlana, minden terület jobban lenne képviselve például, hogyha így kerülnének be a mandátumok a belgrádi parlamentbe, mert a jelen pillanatban az a helyzet, hogy most csak a hasamra csapok, de körülbelül el fogom találni, 80%-ban belgrádi képviselők vannak, ülnek a parlamentbe. Ők természetesen nem tudják képviselni, eszük be se jut, meg egyébként is azért nem is könnyű, tehát nem lehet az, hogyha te nem élsz egy környezetben, akkor nem tudja az ember azt, hogy mit képviseljen, meg hogyan. Mekkora az egyetértés ebben a soktagú, sokszínű csoportosulásban, mindenki ugyanazt akarja? Ez természetes dolog. Én azt kell mondanom, hogy itt nem is csak arról van szó, hogy együttműködünk. Az igazság az, hogy mi már lassan barátságban vagyunk egymással. És azért azt nem kell elfelejteni, hogy addig, amíg egy kézből van minden irányítva, mondjuk például kapott a magyarság 360 millió eurót, és most igazából nem hozta meg azt a gyümölcsét, hogy legalább 20-25 ezer magyar munkahely legyen, és ne menjen el a 70 ezer magyar 11 év alatt a környékünkről. Ez a közösség ebben nem így van. Itt 13-an ellenőrizzük egymást, barátságosan, megmondjuk, ha nem tetszik, sőt, néha elég keményen is, hogy hát te haragudj, ez nem így van, nem úgy van. Úgyhogy én teljesen nyugodt vagyok, és 1000%-osan biztos abban, hogy bárki jut is be a közülünk a parlamentbe, az egyformán fog mindannyiunkat képviselni, egyforma erővel bármit, amit javasolunk, meg fognak csinálni. Hát éppen egy dolgot nem tud megtenni, ezt én tudnám csak ugye megtenni, hogy mondjuk a szerb parlamentben magyarul köszönjön be, hogy jó napot kívánok, legalább ennyit. De hogy lássák a szerbek, hogy mi nem ellenségek vagyunk, mi itt akarunk élni, ez a mi szülőföldünk is, és nem kell tőlünk félni attól függetlenül, hogy mi egy olyan nyelvet beszélünk, ami nem hasonlít ugye a legtöbb környező nyelvre. Milyen eredményre számítanak? Hát az eredmény, én azt gondolom, hogy mindenképpen bekerülünk a parlamentbe, és az a véleményem, hogy egyszer már csináltunk ilyet, tehát egy ilyen kapcsolatunk volt, talán emlékeznek Emir Elfitre, akkor egy képviselőnk jutott be, én most itt többre számítok, mert úgy látom, hogy a magyarság is egyébként kiábrándult, tehát mi nem akarjuk elvenni egy másoktól a szavazatot, de azokat, akik kiábrándultak, mi nekük azt üzenjük, hogy van kire szavazni, és ez az a 10-es szám a köztársasági parlamenti szavazólistán. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdiumba. Én is köszönöm. Muszáj másként, ezzel a két szóval indokolta Csedomir Jovanović, hogy visszatér a politikába, és ez a két szó lett a listájának a neve is, amelyet 17-ként hirdetett ki a köztársasági választási bizottság. Znamo da u njoj gotovo svako laže, da su u njoj svi protiv svih i da su retki oni koji ne mogu baš sa svakim. Tudjuk, hogy a politikában mindenki mindenkinek hazudik, mindenki mindenki más ellen van, és csak kevesen vannak, akik ne társulnának bárkivel. Így foglalta össze Csedomir Jovanović, a liberális demokrata párt elnöke, a szerbiai politikáról vallott nézeteit. Mint mondta, most ismét választások lesznek, és ezek hátterében is az előbb összefoglalt gondolat áll. Rámutatott, hogy a választásokat Dragan Gyilas kezdeményezte, mert már nem tudott mit kezdeni azzal, hogy ismét tönkretett egy ellenzéki tüntetés sorozatot. Alekszandar Vučić köztársasági elnök pedig azért fogadta el ezt a kezdeményezést, mert sokadik alkalommal tarthat választást csak azért, hogy semmi se változzon az országban. Mindez pedig az évek óta aktívan nem politizáló Csedomir Jovanović nem nézhette szó nélkül. Vratio sam se, imam sve što mi treba, Jelenu, kad je ona sandma, onda sam najjači i uvek pobeđujem. I imam puno ljudi sa kojima želim da razgovaram,
prema kojima osjećam jako puno obaveze i koji treba da me čuju. Ígéretei szerint sem a kampány során, sem a választást követően nem fog kímélni senkit. A most kormányzó pártoknak, de az ellenzéknek is el fogja mondani, amit őszintén gondol róluk, illetve a politikájukról. Neće biti nikakvog kompromisa tu, nikakvog. Nek leti sve što treba da leti, nek padne sve što treba da padne, ali 18. Srbije mora biti zemlja naroda koji ne živi kukavički život, koji uprkos svim problemima ima snagu da ponovo stane na noge, koji možda pogleda u svoj narod na Kosovu i da mu obeća neki život, koji možda kaže Kurtiju da stane sa svojom politikom, a svetu da se ne osjećamo inferiornim i da ovdje ima često mnogo više Evrope nego tamo gdje mi u ovom trenutku bezuspješno tražimo. A muszáj másként listán 173 név szerepel, jelentős részük a 20-es éveiben járó fiatal. Csedomir Jovanović célja, hogy elérje, Szerbia megőrizze a békét, és az utóbbi 20 évben született, illetve a jövőben születő gyerekek békében szülessenek meg, és legyenek végre ők az első generáció Szerbiában, amely békében tudja leélni is az életét, és ne kelljen megtudniuk, mi az a háború, a nélkülözés, a bombázás. Mi odavno nemamo u politici téme, o kojima se odgovorno razmišlja, na koje se odgovorno odgovara i one za koje se na kraju preuzima neki, plaća neki ceh. Šta je ono što mora dobiti odgovor ovim izborima? Izbori su najozbiljniji posao koji jedan narod radi. To je prilika da ljudima kažemo istinu, da od njih zatražimo podršku za ono što treba da se uradi kako bi nam životi bili bolji, uređeni i kako bi otklonili neke pretnje koje nam stoje za vratom. Za mene je jasno koje su to teme. A fontos feladatok és témák között a politikus a koszovói helyzet rendezését, Szerbia európai integrációjának a kérdését, a belső ellentétek felszámolását, a stabilitás megőrzését nevezte. Csedomir Jovanović a 2022-es parlamenti választáson nem indult, 2020-ban pedig az általa vezetett lista a szavazatoknak csupán a 0,32%-át szerezte meg. A politikus 2016 és 2020 között viszont köztársasági parlamenti képviselő volt, miután a 7 évvel ezelőtti választáson az általa vezetett liberális demokrata párt Boris Tadić szociáldemokratáival, valamint a vajdasági szociáldemokrata ligával közösen indulva 13 mandátumot szerzett. Elérkeztünk az utolsó választási lista bemutatásához is. Az Albán Demokratikus Alternatíva Egységes Völgy nevű albán kisebbségi lista a 18-as számmal indul a december 17-i előrehozott köztársasági parlamenti választáson, célja pedig az országban lakó albán nemzeti kisebbség jogainak előremozdítása. Két albán kisebbségi lista indul az előrehozott parlamenti választásokon december 17-én. 3 évvel ezelőtt, amikor összefogtak, összesen 3 képviselőt tudtak a képviselőházba juttatni. 2022-ben viszont az Alternatíva Változásért nevű pártlistája csupán 3267 szavazatot kapott, ami nem volt elég a parlamentbe jutáshoz. Most ismét önállóan indulnak, és abban bíznak, nagyobb lesz a támogatottságuk, legalább akkora, hogy egy képviselőjük bekerüljön a törvényhozásba. A két szerbiai albán párt az Alternatíva Változásért és a Demokratikus Cselekvés pártja annak ellenére sem volt képes megegyezésre jutni, hogy ezt mind Tirana, mind Pristina szerette volna. A koszovói kormány közleményt is kiadott arról, hogy a közös lista jelentősen hozzájárulna a szerbiai albán kisebbség jobb képviseletéhez. Stipri Marifi, az Alternatíva Változásért nevű pártelnöke, Preševo polgármestere azonban egyébként sem hallgatna Albin Kurti koszovói miniszterelnökre. Véleménye szerint ugyanis Albin Kurti elárulta az albán nemzetet, és ellehetetlenítette, hogy a Preševo völgyi albánok is csatlakozhassanak Koszovóhoz. Rámutatott, hogy Szerbia gondoskodik a koszovói szerbekről, és a különböző megállapodásoknak köszönhetően Pristina is gondoskodik róluk, ám Pristina megfeledkezik a szerbiai albánokról, és teljesen figyelmen kívül hagyja az ő igényeiket. A 2022-es népszámlálás alkalmával 61.687-en vallották magukat albán nemzetiségűnek a Koszovó nélküli Szerbiában.
Az albán kisebbségnek a 2020-as választásokon 3 képviselője jutott be a parlamentbe, de akkor közös listán indult az összes albán párt. 2022-ben az Alternatíva a Változásért és a Demokratikus Cselekvés pártja külön-külön indult. Összesen azonban csupán 13.300 szavazatot tudtak megszerezni, ami éppen a fele annak, mint amennyit 2 évvel korábban együtt szereztek. Ez egyrészt azt mutatja, hogy ha közösen indulnak, akkor a szavazó polgárok is szívesebben szavaznak rájuk. Másrészt viszont oda vezetett, hogy az Alternatíva nem került be a parlamentbe, és a Demokratikus Cselekvés pártja is csak hosszas húzavona után tudott 1 képviselőt a parlamentbe delegálni. Emlékeznek még arra, hogy tavaly hányszor kellett megismételni a választásokat az egyik szavazó helyen? 4-szer. Emiatt pedig sokkal tovább tartott az egész választási folyamat, és sokkal később tudott megalakulni a parlament és a kormány. Nos, az ismétléseket és fellebbezéseket a Demokratikus Cselekvés pártja kezdeményezte éppen azért, hogy legalább 1 albán politikus beülhessen a parlamenti patkóba. Végül azaz 1 politikus Saib Kamberi lett, és most ő ellenezte a leginkább a közös albán lista indulását. A 18-as számmal induló Albán Demokratikus Alternatíva Egységes Völgy nevű listán egyébként 5 jelölt szerepel. A listavezető az Alternatíva Változásért nevű párt elnökének, Stiprim Arifinek, a polgármesteri kabinet főnöke. A pártelnök azért nem indult, mert szeretné megtartani polgármesteri funkcióját Preševóban, és továbbra is a település fejlesztésére koncentrálni. Választások 2023. Bevásárolni, ajándékokat venni, karácsonyi menüt tervezni, dolgozni, de még díszíteni is a mai rohanó világban, a karácsonyi dekorációkat megvásárolni a leggyorsabb és legegyszerűbb is. A választék hatalmas, és még időt is spórolunk vele. A saját kezüleg készített dekorációk viszont mégis más hangulattal bírnak, személyesek és igazán egyedik, akár munka utáni kikapcsolódásnak, gyerekek számára, vagy közös családi programnak is megfelelő lehet. Ötletes és kreatív karácsonyi dekorációk készültek a Csantavéri Bartók Béla Művelődési Egyesületben. A helyi kézimunka csoport tagjai fontosnak tartják, hogy tovább ápolják a felmenőiktől tanult kézművességet, de nem tartózkodnak a modern technikáktól sem. Quilling technikával angyalkát készítenek az asszonyok, ez ilyen papír, csíkokat görgetnek és ragasztanak. Stiropol gömböt, hungarecel gömböt, azt a dekopázsolni is lehet, meg hát articsóka technikának hívják, ez a mi ruha anyagot nyomkodunk a gömbbe, és akkor utána szatén szalaggal, és akkor szép karácsonyfa dísz lesz belőle. Mi azt valljuk, hogy amit saját kezűleg, kézműves dolog, az mégis egy értéke van neki mindennek a sok kínainak, boltinak, ami egy ilyen szallagon végig megy a gyárba, és az egy ilyen tömeggyárt. Mert ezek mind egyedi, ez egy se egyforma. Hiába készíti ugyanaz az asszony, ugyanazt a 10 angyalkát, az mindig más lesz. Tökéletes program egy hosszú nap után, ezt vallja Kovács Kinga, aki az elmúlt években megtalálta a kikapcsolódási lehetőséget a kézműveskedésben. Egy karácsonyi asztaldísz elkészítési folyamatát mutatta meg nekünk. Beleragasszuk a szivacsot a kaspóba, és utána pedig elkezdjük ráragaszgatni a terméseinket. Ugye most mink itt egy szép ilyen bronzos, fehéres színű karácsonyi díszt fogunk készíteni, amelyre egy angyalkát ragasztottam rá. Az idei évben nagyon menő ez a bronzos szín, én is nagyon szeretem, úgyhogy most egy ilyet választottam, hogy ma ezt mutassam meg nektek. Alapanyagokat általában külföldön Magyarországon szoktam beszerezni, sajnos még itt nálunk
kicsit szegényes a kínálat. Ugye én nagyon sok terméssel dolgozok, úgyhogy nekem fontos az, hogy sok legyen itthon, sok színbe, mert ugye a színek is mindig eltérőek. Ragasztó pisztollyal ragasztom rá ugye a terméseket erre a szivacsra, és igazság szerint nem kell olyan nagyon sok tartozék, elég egy szilikonpisztoly, hozzá ugye a szilikon, és egy-két szkalper, amivel ugye meg tudjuk egy kicsit vágni ezt a szivacsot, és utána már mindenki tudja otthon is csinálni ugye a díszeket, hogyha megvannak ezek az eszközök és az alapanyagok, és nagyon ajánlom mindenkinek azt, hogy otthon készítsen ilyen díszeket, mert számomra mondjuk ez a díszkészítés, ez egy ilyen teljes kikapcsolódást jelent, és nekem ez nagyon sokat ad, mert ugye ebben a mai rohanó világban nagyon nehéz leállnunk, és leállnunk arról, hogy ne gondoljuk túl a dolgokat, és itt pedig egy olyan kikapcsolódás vár, ami szerintem a mai világban mindenkinek, főleg ugye a nőknek nagyon fontos lenne. A gyerekek számára is akad kézműveskedni való. A csantavéri óvodások karácsonyfa és ablakdíszeket, illetve képeslapot készítenek az ünnepekre. A karácsonyi dekorációk sorából viszont a pohárba ültetett búza sem maradhatott ki, amely majd az ablakok párkányát díszítheti. Teszünk ilyen adventi kis rajzokat, meg téli kifestőket, ilyeneket szoktuk. És most ültetitek a búzát, ezt hogyan csinálod? Úgy szoktuk csinálni, hogy most ültetek a búzát, és úgy csináljuk, hogy beletesszük a búzát egy kis barba, és akkor szárazra hagyjuk. Ragasztót tettünk benne, és leltettük. Képes lapot. És hogyan fog kinézni? Képen. Hogyan készül? Ragasztóni. És hova fogod kitenni, amikor kész lesz? Kajásúfa. Úgy készül, hogy először el kell venni egy olyan fát, olyan kört, aztán pedig be kell temperázni, majd barna festékkel, és akkor aztán meg rárakjuk a szarvát olyan papírból, így összegurigázok, vagy ilyesmi, és aztán pedig jön a szemed, rárakjuk, és az orra. A karácsonyi díszek készítése tehát nem korhoz kötött, kicsiknek és nagyoknak is ajánlott, akár szórakozás, de akár kikapcsolódásként. A kreatív üzletekben szinte minden megtalálható a házi dekorációkhoz, a többi már csak a fantáziánkra van bízva, ettől lesz különleges és egyedi az ünnepi díszítés. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap ismét várom Önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!